Üdvözlök mindenkit innen az első, és szerintem egy ideig egyetlen oroszországi vidéki pofban. Kalyupanovban vagyunk, ez még Kalugától is egy néhány kilométer odébb van. Ismerőseimmel, akik a környéken élnek, sétálunk. Megkértem őket, hogy tartalomgyártás tekintetében egy kis faluba látogassunk el. Ez egy kis falu, Kalyupanova, ami, mint mondtam, Kaluga mellett található, több mint 3 óra autóútra Moszkvától. Azt hiszem, hogy elég vidéken van. Nekem Szibériában éppen nincsen dolgom, úgyhogy oda nem tudtam ellátogatni, de azt gondolom, hogy ez eléggé messze van ahhoz, hogy vidéknek tekintsük. Vidéknek tekintsük, úgyhogy pláne, hogy egy falu. És egy falu, mint ahogy egy falunak ki kell néznie, faluként is néz ki. És amit elsőként szeretnék közölni, hogy az internet sebessége és stabilitása egészen kiváló. Nem én léhegek így, hanem a barátom kutyája, aki éppen sétáltatja. Szóval, hogy mármint a kutyáját, hogy itt vagyunk egy olyan helyen, ami abszolút falu. Tehát nem Oroszország értelemben falu, hogy csak néhány ezre lakják, hanem hogy ez tényleg falu. És mint olyan, hát a falusiságában mindent hát prezentál. Én azt gondolom, hogy aki értő, mi az, hogy falu, az nem fog meglepődni azon, amiket lát, és érteni fogja, hogy ez valóban az. Tehát ez nem patyomkin, meg mit tudom én, micsoda, hanem ez, vannak dolgok, amiket ugye medve meghagyott, és akkor itt maradt. Ez itt normális. Milyen kár, hogy nem ad át illatokat a kamera, mert hát itt azért egy jelentősebb. Itt azért egy jelentősebb mennyiségű hús sül valakinél. És hát sokféle opció lenne, hogy merre menjünk tovább, de már mindjárt a környéken lakó ismerősömet megkérdezem, akiről azt akartam mondani, hogy teszteltem az internetet, és egyrészt relatíve gyors ahhoz képest, hogy hol vagyunk, másrészt meg stabil a kapcsolat, és azt mondják, hogy nagyon ritkán fordulan elő, hogy mondjuk vihar miatt, pedig itt is előfordulnak viharok, mondjuk ne lenne internet néhány órán keresztül. Ezt vidéki Magyarországon mondjuk szerintem érdeklődéssel hallgatják most többen. Úgyhogy így. Spiriod, Dása? Akkor megyünk előre tovább. Szóval, miután megtudtam, hogy merre kell menni, mert nem én vagyok a helyi, útbaigazítást kértem a videón. Szerepelni nem kívánó. Hát nem a tartótisztjeimtől, hanem az ismerőseimtől, akik a környéket jól ismerik, hogy mi történik, ha én itt erre például tovább megyek egyenesen, és ez például megfelelő. Úgyhogy azért látszik, hogy nincs kigazolva, és hogy tényleg vannak dolgok, amik a háttérben munkagép, nem tudom mennyire szűrődik bele, valaki azért vágja a gazt. Vasárnap estéről beszélünk, egy nyárvégi vasárnap estéről beszélünk, úgyhogy azt hiszem, hogy egy különösebben váratlan dolgokkal nem tudunk szembesülni. Ezt a kifakult orosz zászlót, ezt mondjuk én nehezményezném, tehát Magyarországon is gyűrülöm, amikor valaki kirakja a magyar zászlót, és nem viseli gondját, tehát akkor ne rakja ki. Ha nem figyel rá, akkor ne legyen neki. Ott vannak a tikok, valakinek a tikjai, kibe járhatnak amúgy, tehát a kapu is nyitva van. Nem érdekes? A medve nem viszi el, ez a lényeg. Itt egy kis folyócska van amúgy. Azért néz ki ilyen szépen, jó mélyen van egyébként. Így. Ez az a falu, amit el tudtam most intézni kontentgyártásilag. És én azt gondolom, hogy ez a kis séta, ez többek szívét megdobogtatja. Épülő ház falun, falusi csok nélkül. Milyen érdekes dolgok ezek, ugye? Vannak emberek, akik egy nagyváros mellett egy faluban gondolják az ingatlan építés nehéz keresztjét magukra venni.
egy elhagyatottabbnak tűnő ingatlan mellett is. Ezek már ugye szét van szedve, hogy átalakítsák, vagy szétbontsák, a fene tudja. Ott megfolyik a víz, és senki nem zárta el. Micsoda pazarlások mennek itt. Továbbra sem én vagyok ez, hanem a kutya, akit a barátom sétáltat. Tudom, hogy vannak olyan kommentelők, akik szerint mögöttem egy tisztál, aki vérebét azért húzza, hogy, vagy hát fogja vissza, hogy ne tépjen engem szét. Amint olyat mondok, ami hát ártalmas lehet, de a helyzet nem így áll. A helyzet nem így áll. Sétálunk tovább. Itt van a település neve. Ez annyira kicsi, hogy utcai táblákra sincs szükség, tehát hírja az ember, hogy ez a falu, és akkor hát annak van egy száma. Úgyhogy azért ilyen túl sok utcára nem kell számítani. És azt gondolom, hogy ha az ember ránéz legtöbb ingatlanra, akkor azért azzal szembesülhet, hogy bár vannak kevésbé karbantartottak is, de mondjuk olyan idős emberek lakják, akik már ezt erővel vagy lendülettel sajnos nem bírják, és hát vannak mondjuk ilyenek is. Ilyenek is. Nyilván itt is jellemző az, hogy most az a szolgálat kutyája le fog engem hagyni, mert nagyon menni akar. Úgyhogy akkor engedném is őket. Addig, amíg nem mögöttem vannak. Ott is egy haver van. Egyszerre több irányban támadnak. Az a biztos. Egyszerre több irányból próbálják az embert közrefogni kutyákkal, hogy nehogy azt mondja, amit nem szabad. Itt egy kis kertecske. Hát azért azt mondom, hogy a magyar vidéken azért vannak jobban karbantartottak is, belátom, hogy itt valamiféle építkezés egészült fel a tulaj, és ez már az egy egész szépen karbantartott kertecske. És hogy haladunk tovább, látunk kevésbé szépen karbantartott ilyen melléképületeket, és hát egészen kellemesen, hát karbantartott, nem mondanám, de egyrészt létrehozott, mondjuk ezt a tetőtér beépítést én ezt így túlzásnak érzem. Tehát én nem vagyok ennek a rajongója most. Biztos van az a szög, ahonnan jól néz ki. Nem sikerült nekem még megtalálni azt, ahol ez jól néz ki, és hát ott az erdő. És itt az erdő, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy jó, hát akkor, ha mondjuk Erdélybe vagy, még annál is messzebb tart, tehát, hogy itt úgy be lehet menni az erdőbe, és utána nem történik semmi. Illetve akivel találkozunk, az mondjuk a medve, vagy a farkas, amúgy mással nem. Sok 10 kilométeren keresztül minimum. Hát ezt én ilyen galambmadárháznak tippelném, de ennyit értek én ehhez. És hogy haladunk tovább, megfigyelhetjük. Csak meg kell várnunk a társaságunkat. Ányi szeszín, mit lenne így? Ну ладно. Быстрее? Нет. Я просто объясняю, что я вижу. Helyeset. Úgyhogy miközben várjuk a mi kis csapatunkat, és megálltunk egy pillanatra. Ha már így van, akkor megmutattam ezt a látképet, úgyis most nem erre a szegény ledőlt házra gondolok, hanem a természetre. Főleg szerintem a felvidékiek, erdélyek, kárpátaljaiak fogják ezt értékelni, pedig itt úgy különösebben nagy hegyek nincsenek is. És mégis, milyen nagy a hasonlóság, és messze vagyunk igencsak a Kárpát-medencétől, én úgy érzem. Úgyhogy így el leszünk. Miközben egy másik kutyasétáltató érkezik, aki hát éppen veszélyes küzdelmet folytat, hogy a két kutya ne menjen egymásnak, ez zajlik most itt. Inkább nem mutatnám. Mi van, hogyha egymásra kapnak? Ennyire vigyáznak
ér rám tulajdonképpen. Tényleg azt mondja, amiben megegyeztünk. Na, szerintem lassan folytatjuk az utunkat, mert miközben itt a konfliktus már kialakult a kettő kutya között, most már utolér bennünket a mi kis csapatunk. És szeretném jelezni, hogy szerintem ez egy érdekes információ lehet, vagy sokkal talán nem is tűnik fel, de mennyire emlékezhet arra, amiben én felnőttem kisgyerekként vidéken, hogy vannak dolgok, amik így kint vannak hagyva szabad téren, és nem viszi el senki. És nem fogjátok elhinni, mert kamera sincs. Milyen érdekes dolog ez, nem? Hogy így nem jön senki, aki úgy gondolja, hogy például arra a fára pont szüksége lenne. Pedig lehet, hogy szüksége lenne, azt mégsem viszi el. Milyen érdekes dolgok ezek, nem? Meglepő. És egy kicsit lejjebb haladunk, azért megmutatnám, hogy bár tudom, mindenki azt gondolja, hogy ez hologram, és csak ide van vetítve, és az egész CGI, hogy tehát itt konkrétan az erdő kezdődik el. Sőt, tulajdonképpen az erdő nem is ér véget, hanem az erdőben van ez a falu. Úgyhogy szerintem a jelenlévőknek kell bocsánatot kérnie, hogyha kijön egy vadállat, és érdeklődik, hogy miért zavarják a lakosok meg az erdőlakók életét. De azért a távolban továbbra is valaki serényen vágja a füvet, úgyhogy azt gondolom, hogy valamiféle megszokottság már lehet az állatokban, az itt élő állatokban azzal kapcsolatosan, hogy mit is nevezhetünk mi tulajdonképpen együttélésnek ember és természet között. Utolér bennünket a kis kompániát, ugye megkérdezem, hogy merre menjünk tovább. Mégis csak ők vannak otthon, meg a medvék. Hanem kuda? Vníz. Akkor megyünk le. Aha. Хорошо. Követjük az autónak a... Nyilván abban is ügynökök ülnek, hogy ne, azért fekete. Követjük az autónak az útját tulajdonképpen. Le fogunk itt sétálni az erdő szélére. És aztán folytatjuk tovább utunkat. Bár azért ez nem lesz egy hosszú pof, tehát sajnos itt nem tudok nagyon sok helyet megmutatni, mert jellegiből adódóan ez nem egy világváros, de mivel igény volt rá, ezért némi szervezéssel megoldottam. Ami szerintem még érdekes lehet, ugye a kútról már meséltem, az internetről már meséltem, fontosnak tartom elmondani, hogy a tömegközlekedés a magyarországihoz hasonlatos, tehát hogy itt is vannak olyan... Ezt azért mondom, mert Magyarország természetes, de Nyugat-Európában nincs így, a szocializmusnak a hagyatéka, hogy vannak tömegközlekedési cégek, amik embereket utaztatnak települések között, és állami dotációt is kapnak ezért. Ugye itt is ez van, tehát hogyha te ide költözöl, és te el szeretnél jutni mondjuk legalább az nagyon szomszédos Kalugába, ami egy nem meglehetősen nagy település, ugye, akkor erre van lehetőséged, anélkül, hogy neked autód lenne mindehez. Úgyhogy ezzel a megoldással tudunk élni, hogyha egy oroszországi vidéki települést választunk mi úgy magunknak, mint családunknak. Tehát ez annyira az erdő, amennyire csak lehetne. És ez azon gondolkozom, hogy egy ennyire természetközeli videóval nem lépem-e át a pof határait, és miközben mindenféle állathangokat lehet hallani, már mint a kutyán kívül, meg az enyémen kívül, hát tulajdonképpen egy meditációs gyakorlatba kezdhetnénk. De most nagyon mélyen kell elmondanom, hogy zárd ki a külvilágot, nyugodj meg, és gondolj arra, hogy minden rendben lesz. Kivéve akkor, hogyha kutyát elengeded, elszabadul, és
soha többé nem jön vissza, akkor anyától fogsz kapni egy-két szájast. És akkor így fogsz üvölteni. Ez lesz akkor. Azért a fák magasságából szerintem lehet következtetni, hogy háborítatlan. Tehát ott tulajdonképpen bármilyen élőlény kijöhet, és bevihet magával oda, hogy elfogyasszon. Úgyhogy amikor a végtelen oroszországi természetre gondolunk, akkor például ez kiinduló pontnak jó, bár hát azért ez Oroszország európai része, tehát bár itt is hatalmas távolságok vannak, de hát ez lájtos, hogy ezzel a kifejezéssel éljek indokolatlanul, ahhoz képest, amit mondjuk az Urálon túl lehet tapasztalni. De azért itt is meglehetősen jó a vadállat állomány, és nem jelent problémát, hogyha az ember vadhús szeretne enni, mert van miből, és nem kell olyan nagyon engedélyen gondolkodni, meg kutatni utána, hogy jaj, vajon jut-e. Mert hát az ország méretéből adódóan van. Van, úgyhogy ez a helyzet itt így áll. És itt lefordulunk, mint megtudtam, mert erre kell lefordulni. Értesített a tiszt úr, itt kell lefordulni. És akkor itt fogunk látni valami szépet. Akkor mégsem megyünk vissza a településre. Mint kiderült. A ty znáš kudám jdu, měli ti by to už rozkazovali? Ne, neznám, já to je důle. Aha. U mě je tady. No, to na kameru skážu, protože tam sítě, tam bunker Putina, i snímat tam nelze. Tam nebudeš snímat, já ti potom skážu, mol. Vůbec to tebe zapřešili, no šli. Da, вот расстреляем, вот все. Понятное дело. Так сказать. Так, потому что идет запись, уже все понимают. Ну это же не онлайн. Не онлайн, но я не режу эти видео. А, ты не режешь? Да. Ага. Это пауз. В этом и есть смысл. Ну, в общем, дальше бункер Путина снимать нельзя. Нет, дальше место, куда все ходят в туалет, вся деревня. А. И только по пропускам. Да. И есть нечего, это самое главное. Да. Вот так. И люди пьют из лужи. Угу. Сейчас покажем. Песок вошел. Szóval most megmutatjuk, hogy hova járnak az emberek, mert ugye nincs vezetékes víz sem, mint megtudtuk. Van. Hogy vannak olyanoknak, ezt el kell mondani, mert sajnos abban elhiszik, hogy tényleg nincs. Tehát, hogy a vízesés után itt is van egy kis hát kifolyója. És akkor így ezzel lehet szembesülni. Na, én azt gondolom, hogy kimerítő információ mennyiséget tudtam biztosítani a vidéki településekről, a faluról, úgyhogy akkor én ezen a szép helyen véget is vetnék ennek a mai povnak, és köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek. Lesz majd még pov, érezze mindenki jól magát, és hát aki még nem követett be, az ha gondolja, kövessen be. Köszönöm szépen, minden jót!